Az előző évekhez hasonlóan a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is pályázatot hirdett az országos vizsgafelügyelői, illetve vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel céljából. A feltételek a jelentkezéshez hasonlóak. A vizsgaelnöki feltételek egy picikét enyhébbek abból a szempontból, hogy oda egy mestervizsga elég. Ehhez, hogyha nincs hozzá főiskolai végzettség, akkor 10 éves szakmai gyakorlatot kell hozzá leigazolni. A vizsgafelügyelőnek viszont egy picit szigorúbb a feltétele, mert oda viszont kötelező a szakirányú felsőfokú végzettség, tehát a mesterlevélhez nem elég, és ott viszont minden esetben a 10 év szakmai gyakorlatot kötelezően le kell igazolni. Az elnök és a felügyelő feladatai rendkívül hasonlóak. Minden esetben ők felelnek a vizsgán, egyebek mellett a szabályszerűségért, a számonkérés szabályos lebonyolításáért. Tájékoztatják a vizsgázókat a követelményekről, a feltételekről, balesetvédelem, tűzvédelmi előírásokat elmondanak nekik, ellenőrzik a személyi azonosságot, tehát ez mindkét esetben az elnök, illetve a felügyelő végzi. Jelentkezésre egész évben van lehetőség, elbírálás azonban 2 alkalommal történik, legközelebb szeptember 16-án. A pályázóknak egyébként az elbírálást követő 6 hónapon belül egy felkészítő tréningen kell majd részt venniük, ahol az ott megszerzett tudásról számot is kell adniuk.